Ma egyébként előre szeretnék szólni nektek, hogy sziporkázni és tuporkázni fogunk csongorral, a humorbombonokat fogjuk szórni rátok. Folytassuk, Bence, ne lepődj meg! Mi van? Jó, jó, megyed! Csinál, ne állj meg! Ne állj meg! That's what she said. Sziasztok, én Dezső Bence vagyok, elérkeztünk a legújabb Rodapestes videóhoz, itt van velem Csongi, Bálint! Azt hittem, hogy rámutattál, hogy Bálint, Csongi! Bálint, Csongi! Sziasztok, Csongi vagyok! Bálint vagyok. Na. Ebben a legújabb videóban egy nagyon fontos dolgot szeretnék nektek elmondani, amit idáig nem azt mondanám, hogy rejtegettünk, de nem beszéltünk róla, és már nagyon szerettünk volna, de úgy érezzük, hogy eljött az ideje ennek. Tudjuk, hogy nagyon sokan követtek minket, és nagyon sokan tudjátok már, hogy miből is áll a Brodapest, vannak mellékvideók, van egy sorozatunk is, amiben a mindennapjainkat láthatjátok, de lenne egy új szál alapvetően, amiről még szól a Brodapest, amiről még nem beszéltünk nektek. Bálint, kérlek, kezd el, te is vázoljuk fel a nézőinknek, hogy miről is szól ezek, Csongi, te mit hernyózol így az miatt a... Mondtad, hogy egy új szár. Ja, igen. Egy új szár. Szóval, miről van szó itt Bálint? Köszönjük, Csongi, a új szállat. Nos, az új szál, amiről Bence beszélt, a következő lenne, elindul a Brodapest tehetségkutató, a pontosan. Brodapest iroda, a Brodapest tehetséget keres, a Brodapestben tehetségeket keresünk a Brodapest irodába, Brodapest iroda. Túl sok a szállat. Szóval, ez egy tehetségkutató, ahova a ti jelentkezéseiteket várjuk. Egyébként ez olyan, mint az amerikai katonákat, hogy behívták, hogy you, the army is waiting for you. Én ez túl fiatal vagyok szerintem. Milyen háborúk meg Amerikáról beszél. A tehetségkutatóval a célunk, hogy olyan leendő vloggereket, influencereket keresünk, akik úgymond szeretnének ebbe a szakmába, vagy ezzel a szakmával foglalkozni, de még nem kaptak figyelmet, úgymond nem nincs egy nézettségük, vagy pedig még nem jártasak benne, de ki szeretnék próbálni magukat. Vagy éppen nem volt bátorságuk. Hát, úgyhogy most itt az alkalom nektek, amire elmondjuk, hogy milyen feltétek alapján tudtok jelentkezni erre a tehetségkutatásra. Szeretnénk tőletek félperces, de maximum egyperces videókat, amiben elmondjátok, hogy hogy hívnak titeket, hova valósiak vagytok, és miért érzitek azt, hogy a Brodapestben van a helyetek. Milyen magasak. Igen, ezt mindenki mondja el, hogy hány centi! Igen, ez nem volt megbeszélve, de mondjátok el, hogy hány igen, centi ez egy külön, így most ezt úgy nézkedek, hogy egy külön tötted lesz, beírjuk, hogy hány centi, Csongi. Szóval maximum egyperces videókat küldjetek nekünk, ahol a Bence által elmondott információkról beszéltek, és jöhet a YouTube link a leírásban található e-mail címre. Ne stresszeltek rá, semmi dolgotok nincsen, csináltok egy kis videót, ami maximum egyperces. Hol laktok? Hogy hívnak titeket? Miért akartok a Brodába szerepelni? Szóval azokat a cool és fiatalos és vagány és őrű srácokat, lányokat keressük, akik tényleg azt érzik, hogy egyébként megy nekik ez a vlogolás, és kellően Broda arcnak gondolják magukat. Ne felejtsük el azt se, hogy nem sorsolás alapján fogjuk kiválasztani a jelentkezőket, nyilvánvalóan a legjobb. Hanem magasság. Igen. Méret hát alapján. Ahogy mondtad, ugye? 3 méteres embereket várunk. Hát gyakorlatilag ő fognak nyerni. Mindig a legjobbat fogjuk kiválasztani. Meg konyha bútor alapján. Egy csomó videót fogunk kapni, amiben emberek el fogják konyhát mutatni. Mutatja a konyháját, és azt fogja mondani, hogy 197,5 centi vagyok, ez pedig az ilyen típusú Hungen finn konyhánk. Ez itt a kert. Igen, és ilyeneket fogunk kapni, Csongi, köszi. Na, a hülyeséget félretéve, srácok, tényleg egyébként készítsétek ezt a videót, ahogy csak adjátok magatokat, és küldjétek el nekünk erre az e-mail címre, és nem sorsolunk, tényleg a legkirályabb arcokat fogjuk keresni, és szépen végignézzük az összes videót. És meg azt szeretném elmondani, hogy nem muszáj budapesti lakos legyél, akárhol lehetsz az országban. Kis tartsál is. Csak az ország. Hajrá, kis tartsa! Hajrá, kis tartsa! Egyébként az a videó, köszönjük, hogy megtekintettétek, várjuk tőletek a videókat a leírásban található e-mail címre, nyilván a videókat a YouTube-ra rakjátok fel, nem listázatba vagy nyilvánosba, mert privátban nem tudjuk őket megnyitni. Tényleg? Azt nem tudtad? Tényleg? Ja, ez fontos, jó, akkor igen. Mondjuk ezt mondjuk ne privátba rakjátok fel. Igen. Igen. Meg is akarjuk nézni őket, ja. Fontos nekünk, mert nem lesznek Brodapest tagok szereplők. Igen. Nagyon fontos, hogy legyen bátorságotok, és higgyetek, hogy ti is képesek vagytok arra, amire mi, hát nem arra, amire Bálint, mert Bálint kb. Semmit nem csinál, de hogy Csongi is, igen, Csongi is azért költözött föl. Ebben pont az a legszebb, hogy igazából nem kell hozzá semmi. Tehát, hogy én ezt szerintem te is elmondhatod, hogy az a legjobb, hogy nulláról indulsz és fel tud építeni anélkül, hogy ez most egy úgymond lehetőség, mert még könnyebb, de pontosan. Pont ez a szép benne, hogy bárki képes, tehát szerintem... Ez egy lehetőség, srácok, jól mondja Csongi, amit szerintem most érdemes kihasználni. A lényeg, hogy adjátok önmagatokat egyébként, és érezzétek jól magatokat az adott videóban, és akkor bizonyára tetszeni fog nekünk is, és kiválasztunk is. Nyugodtan jöhettek, nem kell ide olyan különlegesnek. És hogy miért fontos ez nekem, hogy ti itt legyetek, hogy én nekem ne kell itt ülni ezek mellett?